Most pedig felolvasom a mai nap manifestumát, amit eljuttatunk Románia kormányának, a parlamenti pártoknak és az országban jelenlévő nagykövetségeknek. Kérem, amennyiben egyetértenek az ebben írtakkal a felolvasás után, tapssal erősítsék azt meg. Tiltakozás. Mi, e tüntetés résztvevői és szervezői, jelenlétünkkel is kinyilvánítsuk. Elítéljük az erőszak minden formáját. Ugyanakkor tiltakozunk a román államhatalom azon szándéka ellen, hogy mesterséges módon etnikai feszültséget keltsen, ezzel próbálva meg elterelni a figyelmet a csődös kormányzás sikertelenségéről. Mint ismeretes, az ózvölgyi katonatemetőnknél az indulatok nemrég pattanásig feszültek. Békésen imádkozó magyar közösségünkre, mely élőlánccal próbálta megakadályozni a történelem hamisító román emlékmű felavatását, rátámadt a felhetszett tömeg, lincs hangulatot teremtve. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a csendőrség jelenléte ellenére ilyen helyzet alakulhatott ki. Noha az napokkal az események előtt tájékoztattuk a Hargita megyei főügyész a várható provokációról. Felháborító, ahogy a törvényi kereteket semmibe véve kisajátították az ózvölgyi temető területét. Az emlékművet pedig érvényes építkezési engedély hiányában állították fel, és meggyalázták az ott nyugvó hősi halottak emlékét. A katonatemetőnél történtek azt sugallják, hogy a 90-es évek módszereit alkalmazva próbálnak ismét etnikai feszültséget kelteni, most azonban átléptek egy határt. Határozottan tiltakozunk az erőszak és a provokáció minden formája ellen. Egyértelmű és brutális magyar ellenességgel van dolgunk, melynek hazai és nemzetközi szinten is azonnal megállt kell parancsolnunk. Követeljük a felelősségre vonást és az ügy teljes körű kivizsgálását. Az ügyben egyértelmű a Hargita megyei prefektus mulasztása, akinek távoznia kell hivatalából. A rendőrség nem megfelelő létszámban volt jelen, noha várható volt, hogy interetnikus konfliktus próbálnak kirobbantani. A rendőrség tehát vagy nem tudta megakadályozni az erőszakot, ebben az esetben pedig felvetül az inkompetencia és a mulasztás kérdése. Vagy szándékosan nem tettek meg mindent a helyzet megelőzésére, ez pedig súlyosabb következményekkel kell járjon. Nekünk most minden szintéren lépnünk kell. A büntető feljelentést megtettük. Szorgalmazzuk egy nemzetközi vizsgálóbizottság felállítását, és a külföldi sajtót, a nemzetközi politikai szereplőket is tájékoztatjuk az immár nemzetközivé duzzadt botrányról. Nem engedhetjük, hogy az utóbbi évek legbrutálisabb magyar ellenes megnyilvánulása következmények nélkül maradjon. Éppen ezért követeljük. Jean-Adrien Adrey, Hargita megyei prefektus azonnali lemondását vagy leváltását. Mert nekünk nem olyan kormánybiztosra van szükségünk, aki Hargita megye érdekeit képviseli, kormánybiztosra van szükségünk, aki a Hargita megye érdekeit képviseli, és nem pedig azok ellen lép fel minden egyes alkalommal. Pártatlanul tiszteletbe tartja a törvényeket, és nem etnikai alapon dönt azok érvényesítéséről. Követeljük az ózvölgyi katonatemető államosításának azonnali leállítását, és a további állapotok maradéktalan visszaállítását. Ma, 2019-ben, amikor Románia még rövid ideig történetesen az Európai Unió soros elnökségét tölti be,
elfogadhatatlannak és minősíthetetlennek tartjuk a magyarok ellen irányuló provokációkat. Követeljük Románia miniszterelnökétől, Románia parlamentjének és szenátusának elnökétől, hogy mielőbb vessenek véget az országban mesterségesen felerősített magyar ellenességnek. Védjük meg magunkat, védjük meg Erdélyt. Csíkszereda, 2019. június 18. És kiálltunk egymásért. Tüntetésünk véget ért, viszont harcunk folytatódik. Énekeljük el közösen a magyar és a székely himnuszt. Thank you.